Köszöntöm nézőinket! Mai vendégem Stubende Katalin, a Pécsi Nemzeti Színház művésze, aki éppen idén 20 esztendeje a társulat tagja. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek itt a szomszédban. Ugye a színház mellett van egy ilyen nagyon kellemes kis intim hely, és itt nagyon jó lehet beszélgetni. A 20 év mellett még van egy nagyon csodálatos elismerés. Idén alapította meg a színháza Balikó Tamás nívódíjat, és ezt idén első alkalommal te nyerhetted el. Kiváló színészi teljesítményedért, munkádért, alakításodért, a közösségben való összetartó magatartásodért. Milyen érzés megkapni egy ilyen díjat, ráadásul az alapítója, vagyis a nevet viselője, az neked munkatársad, kollégád, vezetőd, főnököd volt. Igen, 20 évvel ezelőtt kerültem a Pécsi Nemzeti Színházhoz, és Balikó Tamás volt az, aki engem annak idején ide szerződtetett, és több mint 10 évig igazgatóm is volt. Azt hiszem, hogy egy karizmatikus egyéniségről, emberről beszélhetünk, hogyha a Tamás neve felmerül, és az, hogy róla most egy díjat elneveztek, ez úgy gondolom, hogy annak, aki megkapja, borzasztó megtisztelő, hiszen tudjuk, hogy Tamás azon felül, hogy nagyszerű színész volt, egy olyan csapatépítő ember, és annyira szerette a kollégáit, a munkatársait, amire azt hiszem, hogy kevés színházigazgató képes. Tehát, hogy partnerként kezelte, valamint a színház, a munka iránti alázata, az szinte egyedülálló volt annak idején ebben a színházban. Tehát, hogy igazgatóként és színészként is hely tudott állni. Kiváló hangi adottságaidnak és prózai alkatodnak is köszönhetően számos darabban szerepeltetnek, főszerepeket, komolyabb szerepeket alakítasz. Legutóbb, most a Chicagóban Velma Kelly szerepét alakítod, egy ilyen csodálatos Broadway sztár, és ugye hát a történetét sokan ismerik, illetve majd akik megnézik, látják, hogy egészen pontosan mi is történik itt. Ez a szerep neked, ez jelen pillanatban mit jelent? Ez most egy elég komoly kihívás, Vidákovics Slávena rendezője, hogy állsz mindez a szerephez. Szerintem több mint 20 évvel ezelőtt, még annó úgy tudom, hogy Vári Éva, Füsti Molnár Éva játszották, hiszen Évával, Vári Évával is, mikor összefutottunk a színházban, és ő megtudta, hogy én játszom ugyanazt a szerepet, amit ő, akkor azt mondta, hogy nagyon sok örömet kívánok ehhez a szerephez, és akkor nekem ez egy kis pluszt adott, hogy Éva, aki után, ugye a Piafot is eljátszottam, tehát hasonló szerepeket játszom, mint ő. Tehát ezt mondta. Valamint tudjuk, hogy ott van a film, a 2000-es évek elején az amerikai film, amihez nyilván ezt a darabot most minden pécsi néző hasonlítani fogja. Én úgy gondolom, hogy egy nagyszerű előadás született, egy igazi show, egy igazi amerikai Broadway musical. Köszönhető ez annak is, hogy a Pécsi Balett részt vesz az előadásban. Most nekem, mint Velma Kellynek, így a Pécsi Baletthez is fel kellett nőnöm, úgymond, hiszen ez az a szerep ebben a darabban. Aki mondhatom, az egyik legtöbbet táncol, énekel, tehát rengeteg táncos jelenetem van. Az első felvonásban szinte több táncos jelenet van nekem, mint prózai. Úgyhogy ez kihívás volt abból a szempontból, hogy ugye itt volt az előző két-három évben a pandémia, tehát egy kicsit ellustult az ember, másra figyelt, már szinte nem is gondoltam, hogy engem táncos szerep megtalálhat, és akkor jött ez, úgyhogy egy újabb kihívásként tekintettem erre, és valahogy úgy gondoltam, hogy talán az élet nem hagy eltunyulni, hanem ezáltal is újabb feladatok elé állít. Úgy tudom, hogy annak idején a My Fair Lady az egy nagyon fontos szerep volt, abban vállalt szereped. Mit jelentett ez számodra? Az eléggé kiemelkedő volt a művészi pályafutásod során. Igen, ez volt azt hiszem a második nagyobb szerepem itt a Pécsi Nemzeti Színházban, zenés szerepem, mert amikor én 20 évvel ezelőtt ide kerültem, akkor az pont a Valahol Európában című darab volt, amit most újra nagy sikerre játszik a színház, Vidákovics Slávena rendezésében. Én anno Halasi Imre rendezésében játszottam 20 évvel ezelőtt, akivel most, pont a tegnapi napon kezdtük el Molnár Ferenc üvegcipőjét próbálni. Tehát Imrével 20 év után találkozom most, úgyhogy nagyon érdekesek ezek a véletlen egybeesések, amik vannak.
My Fair Lady, hát ez egy csodálatos darab volt az életemben. Balikó Tamás és Németh János voltak a partnereim, ők játszották Higgins professzort, és én azt hiszem, hogy egy színésznőnek Elizát eljátszani, az mindig nagyon nagy öröm, ugyanis nem csak énekelni és táncolni kell tudni benne, hanem sokkal több prózai jelenet van, gyakorlatilag ugye ez a Pigmalion történet. És nagyon jól megírt prózai jelenetekről van szó. Úgyhogy én nagyon-nagyon szerettem ezt a darabot. Van olyan, amit nagyon szeretnél eljátszani? Nem titok, ugye beszéltünk róla, hogy lehet nyilvánossá hozni. Ebben az esztendőben van még egy nagyon nagy esemény az életedben. 50 éves leszel novemberben. Van-e olyan darab, amit mindenképpen szeretnél, olyan szerep, karakter, amit meg szeretnél alakítani? Szerintem biztos rengeteg színész azt mondja, hogy nincs, mert vagy nem meri bevallani magának. Voltak régebben talán, amit úgy szerettem volna, de vagy megkaptam, úgyhogy nem is kértem, és tényleg hozta az élet, vagy elment mellettem, de akkor megértettem, hogy miért, esetleg lehet, hogy jobbat kaptam, sokkal jobbat. Úgyhogy én nem vagyok elégedetlen, és ezen nem is gondolkodom, hogy mit szeretnék még eljátszani, hiszen a következő darab, az Üvegcipő, amiben Adélt játszom, az egy gyönyörű szerep, egy fantasztikus. Tehát én úgy gondolom, hogy nem is kívánhatnék jobbat. Tehát mindig, amit kapok, én mindig örülök neki, és mindig hálás vagyok. Az 50-nel hogy vagy? Várod? Nagyon várom, igen. Igen, nagyon várom, nagyon várom. Még van egy hónapom, izgulok, hogy vajon milyen lesz, de szerintem felkészültem rá. Egyre több barátnőm, hál' Istennek megéri ezt a szép kort, és bízom benne, hogy én is. Nagyon várom, tényleg. Úgy legyen. Vannak-e olyan művészek, olyan nagyok az életedben, akiktől mondjuk tanultál is, de nem direkt módon, hanem látod az alakításaikat, mondjuk ilyen országos nagyművészek, vagy akár tényleg ilyen világhírű művészek, és úgy szívesen úgy tanulnál, vagy tanultál tőlük? Mondjuk példaképed. Nagyon sok mindenkitől tanultam. Az nem biztos, hogy Budapesten, hiszen én nem játszottam soha budapesti színházban, de különböző vidéki társulatokban, amikor voltam, akár Győrött, akkor ott én nagyon szívesen vettem, és kérdeztem is, és kértem is az idősebb kolléganőket, hogy adjanak tanácsot. Hogy ők apróságukban, hogy sminkeltek, hogy játszanak, hiszen a Győri Színház nézőtere teljesen más, mint akár a pécsi. És ott Gyöngyösi Kati művésznőtől emlékszem, hogy kaptam azt a kis instrukciót, hogy hát ott ez a nézőtér olyan, mint egy sípálya, tehát a fejedet fel kell emelni. Nyilván, hogy lássad. Tehát én apró kis tanácsokat kaptam, vagy akár itt Pécsett is, akár Unger Pálmát is említhetném, akinek ugye Subretti voltjában rengeteg sok apró trükköt ellesett, és én, aki annak idején, amikor ide kerültem, nem voltam annyira jártas az operett világában, nagyon sokat köszönhetek. Vagy Bukszár Mártától, aki a hangomat itt Pécsett ápolta, és ápolja a mai napig, ha szükségem van rá, bármikor felkereshetem. Szóval ezektől az emberektől nagyon sokat tanultam. Természetesen a Pozsonyi Főiskoláról is, tehát akik a tanáraim voltak, a Martin Huba és Milka Vásárjová. Tehát ők nyilván elindítottak egy úton, amit én kaptam 4 év alatt, és próbálok abban a mederben menni, amire engem tanítottak. Fölmerül a kérdés, Pozsonyt említetted, te nagyon messziről érkeztél, ugye Szlovákiában születtél Király Helmecen. Az út az hogy vezetett pont Pécsre? Ugye elvégeztem Pozsonyban az egyetemet, és onnan a Komáromi Színházhoz szerződtem, ahol 3 évig voltam tag. Gyakorlatilag otthon játszottam, onnan kaptam egy szerződési ajánlatot Győrbe, Győrből Zalaegerszeg, és Zalaegerszegből Pécsre jöttem. Gyakorlatilag ez történt ugye 20 évvel ezelőtt. A színésznők életében mindig nagy dilema volt régen is, ma már nem annyira, mert bevállalják a gyermek áldást, és te nem titok, de 40 évesen megint bevállaltad, hogy legyen még egy gyermeketek gyermeked. Nem töltöttél, gondolom nem, de nem töltöttél némi szorongással, hogy mondjuk egy nagyobb változás történhet akár alkatoddal, akár lelkeddel, akár a megterhelést illetően. Hogy voltál te ezzel? Most már jó régen volt, már 10 év a kislány, és már csodálatosan. 8, úgyhogy 8 több mint 40 éves voltam. Éve. Igen, majdnem 42 voltam, ez amikor igen, ez a harmadik kislányom született. Hogy voltál ezzel az egésszel?
Nagyon szeretek szülni. Az az igazság. Ő a harmadik? Nekem, igen, ő a harmadik. És mindegyik szülésem és mindegyik várandóságom egy csoda volt, és tényleg úgy éltem meg, és borzasztóan vártam. Persze, ehhez kellett az is, hogy mindig érezek nem csak családi, de szakmai hátteret is magam mögött, hogy támogatva vagyok. Az első Zalaegerszegen született az első lányunk, ott ugyanúgy éreztem, hogy semmiből nem maradok ki, sőt akartam, hogy az első gyermekét az ember még jobban várja szinte, mert nem tudja, hogy mi is lesz ez. 5 évre rászületett Anna lányom, ő már itt Pécsett, Tamás volt akkor az igazgató. Mondhatom, hogy a férjem után ő volt a második ember, aki megtudta, hogy babát várok, mert én úgy gondoltam, hogy ezt vele meg kell osztanom. Nyilván gyönyörű szerepeket játszottam akkor is, de azért, hogy tudjon tervezni. Hogy vajon én meddig játszom, és a következő évadban ő megkérdezte, mikor szeretnék visszatérni. Mondtam, hogy bármikor, amikor lesz egy szerep, és meg is kaptam utána, amikor visszatértem Luxemburg grófjában, kaptam a szubret szerepet, tehát újabb kihívások. Tehát én úgy éreztem mindig is, hogy semmiből nem maradok ki. És amikor a legkisebb kislányom született, akkor gyakorlatilag ugyanez történt. Tehát gyönyörű szereppel a Marica grófnővel tértem vissza. Nekem mindig egy plusz volt a szülés, és úgy éreztem, hogy ettől csak több vagyok, lelkileg biztos. De az, hogy az otthoni anyai teendőket is el tudom látni, vagy van hova kiszakadni a színházból, vagy otthonról pont a színházba, ez mindig nagyon jól kiegyenlítette egymást. A többi kolléganőmet, akinek szintén van gyereke, meg lehet kérdezni, ez egy teljesen más fáradtság, amikor a színházban elfárad az ember, mint otthon. Tehát valahol néha szükségünk van arra, hogy igenis bejöjjünk a színházba, és úgy legyünk agyilag lefárasztva, mert az otthoni az nyilván egy fizikai fáradtság is. Tehát ez együtt, szerintem ez a kettő, ez így tud működni. A lányaid mennyire kacsingatnak a színművészet irányába? Mi jellemző rájuk? Hát nagy lányom, Éva Vica, ő most másodéves a színművészeti egyetemen. Úgyhogy ő úgy néz ki, hogy a nyomdokaimba lép. Középső Anna, ő még csak harmadikos gimnazista, ő nagyon jó tanuló, de ő nem szeretne a művészi pályára lépni. Természetesen zongorázik, hegedül, tehát abszolút, sőt, művészeti iskolába jár, de úgy gondolom, és ő is úgy gondolja, nem ezt a hivatást fogja választani. A kicsi, a 8 éves, hát azt még nem lehet tudni, ugye, de ő szintén szerepel itt most a színházban, a Valahol Európában című műzikelben, ő az egyik pöttyi. Tetszik neki. Meglátjuk a kicsi pöttyiből, mekkora pöttyi lesz majd egyszer. A művészeknek bármilyen területen működjenek, ugye nagyon nagy fantáziára van szükségük, meg is van ez a fantázia. Neked, mint színművésznőnek, a fantázia az mennyire segít, mennyire, mekkora képzelő erőd van például, amikor egy szerepet megtanulsz, vagy megkapsz, és először ismerkedsz vele, és elvonulsz, és ízlelgeted. Érdekes a mi hivatásunk, mert én mindig nagyon szerencsétlennek érzem magam, amikor megkapok egy szerepet. És úgy érzem, hogy nem sok mindent tudok róla. Ahhoz lehet ezt szerintem hasonlítani, mint egy kesztyű, amit még nem vesznek fel, és nincs benne semmi. Aztán szépen lassan az ember megtölti az összes ujját, valahogy így van ez velem is, hogy egyre több mindent szívok be a szereppel kapcsolatban, próbálok hasonló karaktereket keresni az utcán, vagy elképzelni, hogy ez vajon ki lehet mondjuk az ismeretségi körömből, vagy hogy milyen jegyeket akasszak erre a szerepre, milyen annak a figurának a gesztusvilága, a hanghordozása. És ez egy nagyon izgalmas kis felderítő munka, mikor a másik ember bőrébe belebújik az ember. Ugye, mert olyan szerepeket is el kell játszani, ami egyáltalán nem én vagyok. Sőt, a legtöbb szerep olyan. Mert se egy Piaf nem vagyok, se egy Velma Kelly nem vagyok,
mégis nagyon izgalmas felfedezni az ő tulajdonságaikat, és hogy én azzal hogy tudok eljátszani. Szóval ez egy nagyon, nagyon izgalmas dolog. Volt-e már olyan szerep, amit úgy nem vállaltál, mondjuk visszaadtad, az egy veszélyes dolog? Nem, vagy szerepet soha nem adtam vissza, és nem is adnék vissza, és szerintem. Oké, viszont nem biztos, hogy mindegyiket szeretted, vagy szívesen vállaltad, ami úgy megcsináltad, de ugye a lelkedmén örültél, hogy már megszabadultál tőle, vagy letehetted. Vagy annyira megszereted, ízlelgeted, hogy már a magadé lesz, és ezt az érzést nem is ismered. Mindegyik szerepemet szerettem valahogy, tehát vagy valamiért, vagy akkor kihívásként tekintettem rá. Hirtelen most nem is emlékszem ilyenre. Természetemből adódóan én mindig pozitívan álltam hozzá a dolgokhoz, és mindenben, a mai napig mindenben próbálom megtalálni a jót, hogy az vajon miért történik úgy. Az, hogy én inkább arról beszélnék, hogy vannak olyan előadások, amiket mondjuk a közönség nagyon szeret, de lehet, hogy mi színészek, vagy éppen én, annyira nem kedvelek. De ez nem biztos, hogy azért, mert rossz darab, hanem lehet, hogy azért, mert volt egy olyan kellemetlen próba folyamat, vagy egy olyan történetpont ott a próba folyamat alatt, ami miatt nem szívesen emlékszem rajta rá, vagy nem szeretem annyira, vagy nem olyan kollégák voltak pont ott akkor. Tehát ezt tudom így elképzelni, de attól függetlenül ez még lehet sikeres produkció, és a közönségnek ez tetszett. Vagy éppen fordítva, hogy a közönségnek nem nyeri el annyira a tetszését, mégis nagyon szeretjük, mert egy olyan csapat jött össze, akik olyan emberek dolgoztak együtt, akik megtalálták a közös hangot. Tehát ez így egy kicsit ilyen összetett. A sok munka és a család élet mellett van-e valami, marad-e időd valami pihenésre, hobbira, valami kis szenvedélyre? Nagyon szeretek esténként leülni a férjemmel a teraszra, vagy elmenni egy nagyon finom vacsorára, vagy baráti társaságba járni, beszélgetni. Valahogy ezeket a közös élményeket, vagy a gyerekeimmel együtt lenni, ezeket így 50 felé való, egyre többre tartom. Tehát az emberekkel való kapcsolatomat. És azt, hogy ha csak egy jó szót is, de tudjak mondani. Vagy az ő napját egy kicsit szebbé tenni. Tehát nekem azt veszem észre, hogy most ez kezd fontos lenni az életemben. A 20 év a társulattal milyen volt? Munkatársakkal, kollégákkal, hogy érted meg? Nehéz volt? Nem, nekem nagyon könnyű volt. Sokan kérdezik is, hogy hogy csinálom, vagy hogy én hogy érzem, hogy nekem az nem baj. És nyilván a szüleimtől örököltem, gondolom, a tulajdonságaimat, a genetikámat, a munkához való hozzáállásomat. Így voltam nevelve, így voltam, ezt láttam otthon. Mai napig ezt látom otthon. Szerető családban nőttem fel. Szüleim kultúráért, pedagógusok kultúráért rajongó, tevő emberek. Nekem ez teljesen természetes. Tehát tudod rendezni a konfliktusokat, probléma megoldó képességed, jó? Igen. Tehát én nem, soha nem voltam az a háborgó ember. Én mindig a rosszban is megpróbáltam a jót meglátni, hogy ez most miért van. Jól tetted. És jól teszed a jövőben is. Én nagyon nagy szeretettel gratulálok az elismeréshez, a Mivódéhoz, a 20 évhez, és most majd ugye novemberben az 50-hez. Köszönöm szépen. Kedves nézőnk, Önök Stubendek Katalint, a Pécsi Nemzeti Színház művészét láthatták, hallatták az elmúlt fél órában. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!